Szép jó reggelt kívánok mindenkinek, most fogunk elindulni Ustfiasszony fára a Pannonia Ringre. A srácok együtt jönnek, én viszont egyedül, és együtt fogunk csapatni a BMW napokon. Körbenézünk, hogy milyen jó kis BMW-k fognak ott a Pannonia Ringen közlekedni. Én már nagyon várom, hamarosan találkozok a srácokkal is, addig is mindenkinek nagyon jó szórakozást kívánok. Srácok, meg is érkeztünk, itt vagyunk a Pannonia Ringen, mind a négyen, úgy ahogy kell, végre összeállt a kvártett. Na hát most jön az a pont, hogy kicsit szét fogunk menni mindenfele, vannak parkoló autók, amiket itt meg fogunk nézni, ki fogunk menni a pályára, be fogunk ülni autóba. Egy régi, nagyon-nagyon régi ígéretünket betartjuk, jönnek a német prémium autók. A Dávid elmondása alapján egy kék BMW-vel fogunk majd tudni gurulni, ami gyakorlatilag itt áll mögöttünk. Ez egy E39-es 5-ös BMW, ami egyébként szintén nagy favoritom. Tehát azt mondom, hogy ha BMW közül még ez is az, ami nekem nagyon a szívem csücske. Szóval az autóhoz bejáratos, egy 4.6-os Alpina motort kapott, egyelőre tök szériában. Van benne 1300-1400 kilométer, úgyhogy még egyelőre óvatosan, most 4000 fölött nem járt így első körben, mert délután egy, hát az a terv, akkor már 4500-5000-ig talán el fog forogni, úgyhogy hát így, össze kell melegíteni a dolognak. Össze kell melegedni, össze kell éreni a dolognak. Egyébként ígéretes a jármű, most már jóval mozgalmasabb a 3-4000 közötti fordulaton, mint a korábbi, aha, akkor egy 3-5-ös motor volt benne gyárilag. Úgyhogy várom, hogy határól lehessen menni az autóval, de azt hiszem újra kell tanulni, mert plusz 100 Nm, meg plusz 100 lóerő, úgyhogy egy GTI Suzuki-t még sikerült belerakni. Ez igazi szörnyeteg lett most. Hát reméljük, igen. Most olyan nyomatékra azért 470-80 gyárilag, úgyhogy azért az szívó motortól nem rossz szerintem. Az igen, a szívótól nem rossz, így van. Ez szép. Természetesen egy minimális méretű légszűrő, mert minek nagyobb, ugye? És ugye az Alpina motor mondjuk miben tér el a gyári BMW-t? Ez egy V8-as? Ez egy V8-as. V8-as blokk, igen. A gyári BMW az 4-4-es. Ezt meg az Alpina egy kicsit felfúrta. Más főtengely van benne, nagyobb benne a löket. Úgyhogy karakter egészen más. Úgyhogy a 4-4 az ilyen 290 valahány lóerő, ez meg 347 papíron. Ugye az Alpina, ha jól tudom, akkor sorhatokat is, meg V8-akat is alakítottál. Meg még 4 hengereseket is turbósított, igen. Azokat is turbósított, aha. És akkor annyi, hogy ez a motor, ez az Alpinába került bele gyárilag, ebbe az E39-es kaszniba, illetve az X5-ösökbe tették bele ugyanezt a motort az akkori, tehát E53, vagy aha, nem is tudom, mi volt a széria száma. Igen, nekem is valahogy így rémlik egyébként. Azt tudom, hogy X5-ösből gyártottak, tehát egyetlen egy darabot, amiben van V12. És azt mondom, az kim volt a Concorde Elegance-on most legutóbb, az abból egyetlen létezik a világon. És a Nürburgringen az M3 CS-et megverte, úgyhogy... Azért az nagyon kemény. Az jó lehet. Ez egy szép motor, abszolút igényes. Az is, az! Erről beszélek, gyerekek! Gyerekek, azért ilyen BMW-ket is jól látni, szóval, hogy nem csak a mostani modern, meg esetleg az elmúlt 20-30 év BMW-t látjuk, hanem igenis elgurulnak itt olyan autók, amik közel 50 évesek, és mennek, mint a messzes. Azért itt a BMW-n kívül azért más finomságok is
előfordulnak. Hát egyébként ez egy gyönyörű tájper. És nekem egyébként sokan azt mondták, akik így tájpereseket ismerek, hogy sokan ezt jobban szeretik, mint az újat amúgy. Az új az nagyon erős, viszont ez még egy kicsit játékosabb mozgásra. Sokan soknak gondolják így a külsőre a kiegészítőket, nagyon ilyen AliExpress type, de én szerintem nem. Kell a sportautóra azért. Kell. Ez a sportos kiegészítő. Meg a japánosnak mindig, a japánnak mindig volt egy ilyen matchbox vibe-ja, nem? És igazából a matchboxra is mindig ráraktad ezeket a mindenféle ilyen légbeömlőket, olyan izéket. Azért a franciák is képviseltetik magukat, egy Alpine A110. Ebben a gyönyörű kék színben egyébként, ami reprezentálja a franciáknak azt a nemzeti színét, ugye a franciák azok mindig kék színben versenyeztek. Ez egy középmotoros, jól irányítható, nagyon agilis autó. Minden olasz barátomat tisztelek és szeretek. A 159-es Alfával jó, hogy ide gurultak. Tudom, hogy semmi köze nincsen ez a dologhoz, de én mindig tiszteltem azokat az embereket, akik egy prémium német márkás autós összejövetelre kijönnek egy ilyen gyönyörű, fantasztikus Alfa Romeo-ra. Fantasztikus. Fantasztikus. Hát nyilván ki van pucolva belülről úgy, ahogy kell. Viszont ami nincsen kipucolva, hát erről a motorról ódákat tudnék zengeni, meg nagyjából egy órás dokumentumfilmet készíthetnék erről a motorról. Ez egy korai buszon motor, ez a 2 literes Nord motor, 2 vezérmű tengely felül, és változó szerepvezérléses már. Uh-huh. Az Alfánál jött be először a mechanikus változó szerepvezérlés egyébként. Ez a 2 literes, ezt hívják Nord motornak. Ez a híres nevetes Nord motor. A figyelj, mit szólsz hozzá az új elektromos Ford Caprihoz? Mennyire jó forma, mennyire izgalmas, mennyire ezek a lónak a szállt. Itt van, ez a jó Capri. Ez a jó Capri, nem? Ez zseni. Egy sport kupéból csináltak egy elektromos SUV-t. Ez istenkáromlás a Ford részéről. Főleg egy ilyen ikonikus autóról. No comment, no comment. Valahogy így rontották el a Puma névjelet is. Mindent, a Pumát, kinyírták a legjobb szériákat, a Focust, bár a Focust még nem. A Mondeo-t, C-Max, F, vagy C-Max, S-Max, mindent kinyírtak, ami egyébként egy értelmes szériája volt a Fordnak, és volt érdemi része. És most meg itt vagyunk, ahol még ahogy mi is szoktuk mondani, meg ti is szoktátok nekünk írni, hogy őrizzük a lángot, és ezek az autók tényleg azt csinálják, őrzik a lángot, mert ez még autó. És... Tudod a Maki-vel, az a Maki az olyan szép. Az. Csodálatos, a műanyag borítással mindenhol, ez zseniális. Amikor V12-es motorok voltak még a Forma 1-ben, ez a 90-es évek eleje környékét járunk, akkoriban még a Williamsnek volt egy kollaborációja a Renault-val, hiszen a Renault szállította a motorokat akkor a Williamsnek. Gyakorlatilag egy utcai Renault Espace-t átalakítottak, és belerakták az akkori V12-es Formula 1-es motort bele, és erről vannak archív felvételek, majd bevágjuk most ide, amikor a erős V12-es hangú Renault Espace megy végig a tesztpályán. Gyerek, az egy zseniális videó, azt mindenkinek ajánlom megtekinteni. Haló. Ez egy Alpina B6. Ez egy nem gyári 3-as BMW. Na, mit vélsz felfedezni középen, könyöklő helyén? Egy régi telefon. Egy telefon. Ilyen régi Motorola? Te figyelj, de Dávid, egy hete, luxi. Érzed, hogy egy 7-es BMW-ben ez egy tök indokolt dolog volt annó a telefon. Így van. De egy hármasba, ami ráadásul háromajtós és kupé. Mi szükség van egy telefonra? Figyelj, ez egy másik. Hát, hogy föl tud hívni a szervizt, hogy mit a dánke, ich bin lerobbanen in the autobahn, kommenzi bitte hirtelen. Bitte ruf mich an, mert bajban így van. Vagyok. Bár nem teljesen gyári, ettől függetlenül nagyon jól kinéző BMW M3 E92, aminek a különlegessége az, hogy ebben bizony egy V8-as szívó motor található. Nyilván ez egy sorhat után egy érdekes váltás volt, de működött egyébként, és egy nagyon, nagyon izgalmas élénk hangot ad az autónak. Hát természetesen meg a vezetési élménye is fantasztikus.
helyzet a következő, srácok elindultak a pályára, mert onnan fognak fotózni és videózni. Én pedig most megyek ide ahhoz a BMW-hez, amit beszéltünk, hogy bele fogok ülni. Kíváncsi leszek, mert közben meg az idő egy kicsit rossz lett. Látjátok, mögöttünk elég csúnya eső felhők vannak, illetve hát már most is szemerkél az eső, úgyhogy megnézzük, hogy a pálya körülményeket mennyire fogja megváltoztatni. Szóval ez is. Ennek a pályának a vonalvezetése nagyon-nagyon jó, olyan kis rendületes. Aha. Azt szeretem benne. Köszönöm, egy élmény szíves, volt, egy tényleg neki. Fantasztikus volt. Próbálj meg kiszabadulni. Hát ezt megpróbálok, úgyhogy ne ezt majd, ezt csak ennyit kicsatolom aztán. Igen, így van. Kényszerűen zubbonyból kimászunk. Na és azt nézem, 2.17-es időt. 2.17? Aha. Az jónak számít? Amíg. Van még nem, benne. Nem olyan rossz. Van még benne. Van még benne, de így bejáratossal szerintem egész. Ennyi. Marad. Nagyon jó. Hát köszönöm szépen még egyszer. Én is köszönöm. Sziasztok. Hello. Ez az egyik kedvenc M3-as BMW-m, az L46-os, amiben eltér a simától, ez egy 343 lóerős motorral szerelt sor 6-os vas, öntött vas blokk, és gyakorlatilag a sima sor 6-ostól, ami a még nem az M3-osokba szerelődött, attól majdnem egy 100 lóerővel erősebb. Dupla változó szerepvezérlés van, dupla van a szerepvezérlés, kipufogó és szívó oldalon is egyaránt. Minden hengerenkénti pillangóval, pillangó szerepel úgy, ahogy kell. És amiben eltér például a gyáritól, hogy nincsen egyáltalán egyező karosszélia eleme a gyári 3-assal. Teljesen más lökhájtot kapott, egy picit előretolt orral, amitől kicsit még agresszívabb. Ugye a M3-asokra jellemző kopoltyú, ez csak az L46 M3-ason van, a sima L46-oson ez nem található meg. A felnék is teljesen másak lettek, gyakorlatilag csak ehhez gyártott az M-divízió egy könnyített alumínium felnit. És hogyha ide beljebb jövünk, akkor ugye ebben egy nagyon kicsit hosszabb, de nagyon mechanikus 6-os váltó van benne, amit konkrétan tényleg pakolgatni kell, hogy ez tényleg olyan legyen, amilyen, hogy ez egy ilyen érzed, amikor a 2-esből elrakott 3-asból, a 3-asból, 4-esből, hogy olyan mechanikai mozgások történnek az autó alatt, amiket érzed, hogy a vasak akadnak vasakba, és minden egybe dolgozik úgy, ahogy kell. Ugye csak kupé formában létezett az M3-as, ez miatt csak 3-ajtós, és a hátsó, ha idejövünk a hátsó traktusra is, akkor eltéréseket látunk például a kokáér itt a hátsó lökösön is. Ugye az M3-ason alapvetően van egy kis szélesítés, a gyárihoz képest szélesebb a tengelytávja, és hát a legegyszerűbb, nem kell sehogy nem így, meg úgy vágod, egyszerűen lecsapod 4 darab kipufogó vég, és ez csak az M3-ason van így, egyszerűen elvágva, úgy, ahogy kell. Ez nekem számomra ez a legfantasztikusabb M3-as BMW, és egyszer minden áron akarok egy ilyet birtokolni,
Egy dologra kell figyelni, mert egyébként nagyon tartós motor, de hidegen nem szabad üvegelni. Ha hidegen küldöd neki, akkor csapágyas lesz, mint az állat. S52 B20-as motorkód. Nagyon fontos, hogy jó minőségű olajat tegyünk bele, és aztán az életen át veled lesz. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok, ez volt a Grafico BMW Meet, nagyon jól éreztük magunkat és rengeteg érdekes autóval találkoztunk. Nagyon szépen köszönjük Bálintnak a meghívást és bízunk benne, hogy hamarosan újra itt lehetünk. Iratkozzatok fel a csatornánkra és ne felejtsétek el, ott vagyunk YouTube-on, TikTokon, Instán és Threadsen, mindenhol jelen vagyunk, hamarosan pedig újabb videóval érkezünk nektek. Addig is, pacsi!